látom, nem szaroszal a paksiakkal. Én megüzentem nekik, hogy baj lesz, ha nem oda kerülnek az X-ek. Ezt akarták, meg is kapták. Elveszem Pakstól az atomerőművet. Jó, ezt értem, de hogyan szállítják át máshova az erőművet? Nem egy ládasörről beszélünk. Te nagyon hülye, az erőmű marad. Az a 6 milliárd forintos iparőzési adót helyezzük át. Nyíltan bevallott, hogy bosszú az egész. Nagyon bátorak vagy. A lótúrót a háborús vészhelyzetre hivatkozva. Igazad van. Ha nem kell nekik a jó, hát szopjanak mind a torkosból. Andinak elég lenne zseppénznek ez az összeg. Itt lenne az ideje, hogy rockoperát írjanak róla. Na ja, úrváló, mi úrló. Gyakran bádolnak minket azzal, hogy politikusból gazember lett. Szerintem ez baromság. Én úgy látom, hogy gazemberekből lett fideszes politikus. Egy olyan országban, ahol a nép irigy, egy gyűlölködő része, köztörvényes bűnözőket tart hatalma, ott ne várjunk emberi jogokat, erkölcsöt, se szeretetet, mert ez etikátlan lenne a fideszes bűnözőkkel szemben. Mikor lettél te ekkora bölcs? Nem saját kódfölből származik. Ekkor a gondolatba belepusztulnának az izmos ragyót ott sejkeim. Nem baj, Lele. A narancskötő minden világban sötét van. Amúgy nem nagyon hittem a kereszténységben, amíg rá nem jöttem, hogy én vagyok az Isten. Na ja, a hazugságokra generátort lehetne kötni, egymagad kiválthatnál a paksi atomerőművet. Lölökém, én egy olyan politikai tényező vagyok, ami megkerülhetetlen, de a legrosszabb esetben is csak átugorható. Önmagad is ennyire gyűlölöd? Hová gondolsz, kizárólag magam szeretem. Már annyit agyaltam, hogy mennyire kell ahhoz, hogy ilyenek lenni, hogy valaki elhigye, hogy te az ország és a nép érdekeit véded. Ezen már én is elgondolkoztam párszor, de ahol szar van, ott légy is van. A lényeg, hogy minden nap tükörben tudok nézni. Azt hiszem, a világ nem ér véget Felcsuknál. Nem, de sajnos még mindig nem sikerült elfoglalni Brüsszelt. Tegnap olvastam, hogy az univerzum nagy részét a sötét anyag teszi ki. Milyen érdekes egybeesés, tehát Orbániát is a sötét anyag gondolja. Ne olvass annyit, mert a végén a szövegértéstől agyrákot kapsz. Orbániában már csak az nem hűljön meg, aki sosem volt normális. Azért a fideszes hívőknek tudomásul kellene venni, hogy Isten nem azért teremtette a földet gömbölyűre, mert te szereted a pocit. Most ez hogyan ide, te nagyon okos? Csak elmérkedem. Sírnak, hogy nincs elég pedagógus. Mindenkire pedagógus. Én sem tanultam, mégis mire vittem. Tudod, Lölö, áldozatot kell hozni a felemelkedésünkért, ezért feláldozzuk a népet. Nincs is az a mennyiségű kula, amit ne tudnánk másra kenni. Azért aggódom Gyurcsány egészségéért. Majd találunk másik ellenséget talán. Az vigasztal, hogy az értelem nem játszik előnyös szerepet a fideszes evolúcióban. Az egészségről jutott eszembe, hogy a mai egészségügy helyzet olyan nálunk, hogy az abortuszra 10 hónapot kell várni. Kit érdekel, most a klíma probléma köti le az embereket? Különben is az egészségügy nem jövedelmező számunkra. Inkább költsük magunkra, nem? Istenem, de sokat vert apám, mire megtanultam, hogy a lopott párt a rendőrség érkezése előtt el kell tüntetni. Azért bízom benne, hogy a következő választásom nem a börtönőr lesz, aki gyívold. Eltek az évek, a fejemben zavaros minden képlet. Magam sem tudom, hogy mi vagyok. Tudom, hogy lőlem, de szemét vagyok ám. Én a nagy vezér, én utálok mindenkit már. Tehát a napok, és tettek az évek, a fejemben szavaros minden képlet. Magam sem tudom, hogy mi vagyok. Tudom, hogy lehelek, mert szemét vagyok ám. Én a nagy vezér, én utálok mindenkit már. Teltek a napok, és teltek az évek, a fejemben zavaros minden képlet. Magam sem tudom, hogy mi vagyok.